Jó estét kívánok! Pert nyert egy volt trafikos a magyar állam ellen Strasbourgban. Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint a dohánykiskereskedelmi szerződés a férfi megélhetését biztosította. Ennek egyszerű elvétele az ő magántulajdonához fűződő jogait sérti. Vékony László, egykori trafikos híradónknak azt mondta, védhetetlen volt a pályázat, amely a hozzá nem értés magas iskolájáról tanúskodott. Biztos volt benne, hogy nyer. A nemzetgazdasági miniszter pedig azt közölte, hogy ki fogják fizetni neki a 15 ezer eurós, vagyis úgy 5 millió forintos kártérítést. Itt Sopronban Vékony László családja 20 éven át árult dohányterméket, de a trafikpályázat kiírása után nem folytathatták. Kérelmüket elutasították, de azt már nem közölték velük, hogy ennek mi az oka, és jogorvoslatra sem volt lehetőségük. Ezután be kellett zárniuk a boltjukat. A soproni trafikos az Emberi Jogok Bíróságához fordult, mert szerint a pályázat tele volt hibával. Felháborított az dolog, gondolom másokat is, nem csak engem háborított fel, hogy ilyen egyoldalúan döntöttek olyanok, szerintem akik nem is látták át a dolgot. Én biztos voltam egyébként ebben a dologban, egy percig sem volt kicsim, mert lett volna kicsim, akkor nem is indultam el az ügyet egyébként. Hozzá nem értés magas iskolája volt az egész. Látszott, hogy szakmailag teljesen felkészületlenség az látszott. El kellett volna ismerni, rosszul csináltuk, és akkor ez meg lett volna oldva egyébként is. A strasbourgi bíróság ma kimondta, a magyar állam megsértette Vékony László magántulajdonhoz való jogát. A kormánynak nem kell törvényt módosítania, de ha az ítélet jogerőssé válik, akkor a pórulját trafikos 15 ezer euró, mindegy 4 millió 700 ezer forint kártérítésre számíthat. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, ki fogják fizetni a kártérítést. Nyilván bírósági döntés, amennyiben megszületett, akkor ezt a magyar kormány, mint eddig is, ezután is magára nézve kötelezőnek ismeri el, a szükséges kártérítéseket pedig ki fogjuk fizetni. Több ilyen ügy is van a strasbourgi bíróságon, 14-et ebből Magyar Gábor ügyvéd képvisel. Mindenképpen iránymutatónak minősíthető, azt várjuk, hogy az általunk előterjesztett 14 ügyben is hasonló eredményre fog jutni a bíróság. Az MSZP szerint ez egy igen súlyos ítélet, mivel a magántulajdonhoz való jog a demokráciák egyik alapja. Ezzel most már Orbán Viktornak is teljesült egy álma, mégpedig most már hiteles, írásos bizonyítéka van az állami rendszer szintű korrupcióról. A PM azt javasolja, hogy minden trafikkárosultnak fizessen az állam 15 ezer eurót. A mai nappal úgy gondolom, hogy egy új szakaszhoz érkezett az egész trafik kérdés. Én már a kormánynak papírja van arról, hogy mindaz, amit a trafiktörvény kapcsán tett, az nem volt más, mint lenyúlása a tisztességes vállalkozóknak a vagyonáról. A demokratikus koalíció szerint Orbán Viktor kormányáról immáron bíróság mondta ki, hogy megsértette a magántulajdont. Mint írják, korábban ilyet Magyarországon csak a kommunista államhatalom csinált.